Bármerre is járunk a jelenlegi és az egykori Magyarország területén, láthatjuk, hogy várak és kastélyok, évezredes történelmük még látható tanúi, némán és méltósága viseli kifosztottságukat, pusztulásukat, ugyanúgy, mint elüldözött lakóik, a magyar arisztokrácia. Boncida 600 éven át a Bánffy család birtokában volt, és a kastélyt Bánffy Dénes kezdte építetni 1668-tól kezdődően. A kastély Erdély csodálatos égköve lett, amelyet az erdélyi Versailles-nak is neveztek. Utolsó tulajdonosa Bánffy Miklós volt, aki a főnemesi család grófi ágából származott, ezért nevéhez a losonci előnév is társul. Édesapja gróf Bánffy György, országgyűlési képviselő, a főrendi ház tagja, aranysarkantyús vitéz volt. Fia Bánffy Miklós Kolozsváron született 1873-ban, de felesége Báró Bánffy Irma 1875-ben 21 éves korában meghalt, árván hagyva 3 éves lányát Katinkát és másfél éves kisfiát Miklóst. Bánffy Miklós Budapestre járt iskolába az első elemétől az érettségéig. 1890-től kezdte meg jogi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen, majd 1893-tól Budapesten folytatta. Jog és államtudományokból doktorált. Magyarország legnagyobb kikötője volt. Itt kezdte hivatali pályáját, majd egy évvel később kiküldetést kapott Berlinbe. 1901 és 1906 között parlamenti képviselő volt. 1906 után pedig Kolozsvár megye és Kolozsvár város főispáni tisztét töltötte be. Tagja volt az országgyűlésnek 1910 és 1917 között, miközben a Budapesti Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa lett. Neki köszönhető egyebek mellett Bartók csodálatos mandirinjának és a fából faragott Királyfinak a színrevitele. Ő maga tervezte a jelmezeket is. ban egy széteső, halni készül világ színpompás eseménye volt az utolsó magyar király IV. Károly megkoronázása. A ceremónia főrendezője Bánffy Miklós volt. Budapestre érte meg a monarchia összeomlását. Az 1918-19-es zűrzavaros eseményekről így ír. Bomlás és kínos kapkodás mindenfelé. Császári manifestum nemzeti tanácsok alakítására szólítja föl Ausztria népeit, bevallva a parlamentarizmus teljes csődjét, szentesítve a forradalmi alakulásokat, lerombolva mindazt, ami még bár roskadozva, de fönnáll a központi kormányzat tekintélyéből. Gróf Nagy Károlyi Károly Mihálya rokonok voltak, és gyerekkoruk óta ismerték egymást. Így ír róla. Károlyi első unokatestvére gyermeke. Talán ez volt az oka, hogy nyúlszájjal és farkastorokkal jött a világra, és olyan vézlán és gyöngén is, hogy azt hitték, nem élhet. Mindentől óvni kellett,
hiszen minden olyan könnyen megártott neki. Neveltetéséből származott, hogy neki minden szabad. Bánfi 1918 szilveszterén Bethlen István megbízásába indult nyugatra, hogy a győztes hatalmakat felvilágosítsa a valóságos magyarországi helyzetről. Lezülött piszkos Bécs fogadta, majd 1919. januárjában Berlinben a Spartacus forradalom napjaiban kaphatott ízelítőt a proletár forradalomról. Magyarországra a tanácsköztársaság bukása után 1919. augusztus közepén tért vissza a Bécsből a többi emigráns politikussal együtt. Nehéz időszakban a Bethlen kormány tagjaként 1921. áprilisától 1922. decemberéig állt a Magyar Királyi Külügyminisztérium élén. Mindenekelőtt helyre kellett állítani a nyugati hatalmakhoz fűződő szálakat. A soproni és a Sopron környéki népszavazást előkészítő tárgyalások egyik résztvevője volt. Komoly része volt abban, hogy Magyarországot felvették a Népszövetségbe. Sajátos politikai felfogása miatt azonban elvesztette a vezetőkörök támogatását, ezért lemondott. Amikor az elcsatolt területekről tömegek érkeztek Magyarországra, a menekülők áradatával szemben haladva tért haza 1926-ban Erdélybe. Belevetette magát az erdélyi magyarság kulturális életének megszervezésébe. A 20. század első éveitől jelentek meg irodalmi alkotásai, ezeket Kisbán Miklós álnéven publikálta. Az erdélyi irodalmi élet legmeghatározóbb lapjának az 1929 és 1944 között kiadott Erdélyi Helikonnak a főszerkesztője volt. Ezen kívül rendszeres résztvevője a Kemény család marosvécsi kastélyában rendezett írótalálkozóknak. A romániai magyar népközösség elnöke lett. Támogatója volt a kolozsvári magyar színháznak. Szinte hihetetlen, hogy ennyi feszített tempói munka mellett még alkotásra is maradt energiája. Nagyszerű drámákat írt, és ekkor született a széteső Erdély mágnásvilág tablója, a nagy sikerű Erdélyi Trilógia. Váradi Aranka színésznővel 1939-ben kötött házasságot. 1940-ben a Magyar Országgyűlés meghívott erdélyi felsőházi tagja lett. A II. Világháború során mindent megtett, hogy a magyarság elkerülje az újabb összeomlást. Horthy őt bízza meg a románokkal közös kiugrási kísérlet előkészítésével. A terv nem sikerült, csak annyit tudott elérni, hogy szeretett városa Kolozsvár nem vált hadszíntérre. 1941 őszén a németek bosszúból felgyújtották és kifosztották Boncidai kastélyát. Az 1944-45-ös ostromot átélve, Budapestről családjával Kolozsvárra visszatérve, Bánfi Miklós bekapcsolódik az újraéledő erdélyi irodalmi életbe. A család végül visszaköltözik Budapestre, és csak ő marad itt, hogy a család ügyeit intézze. 1949. március 2-a emlékezetes nap az erdélyi arisztokrácia életében. Románia egész területén teherautó konvojok indultak útnak. A néphatalom nevében rátöltek a kastélyokra, és néhány óra alatt összegyűjtötték a történelmi családok tagjait. A cél a teljes megsemmisítés volt. A román hatalom Bánfit is osztályellenségnek tekintette, elvették útlevelét, és minden lehetőségtől megfosztva nem tudott a családja után utazni. Tamási Áron így emlékezik ezekre az időkre. Úgy hallom, ül otthon, kolozsvári házának egy meghagyott szobájában,
a legtisztesebb szegénységben, árván, öregen és bölcsen. Ha az élet értelmén és a halálon gondolkozik, amit fiatalabb korban és könnyebb sorsban is megtesz az ember, akkor bizonyára inkább írni szeretne most is, mint élni. Egyedül ez maradt neki, az írás. Két évnyi kérvényezés után 1949-ben kapott engedélyt az áttelepülésre. Betegen, lerongyolódva és kiéhezve jutott ki Romániából, és Budapestre utazott feleségéhez. A következő év júniusában halt meg. Ravasz László, református püspök a következő szavakkal búcsúztatta. Bánfi Miklós megbékélési és más népekkel való együttélési politikája példaképpen lehet a mai társadalomnak is. Az anyaországtól elszakított Erdélyben élő lelkiismerete volt a nemzetnek, sokat tanulhatunk tőle. Végakarata, hogy teste Kolozsváron, a házsongári temetőben ősei mellett nyugodjon, csak 26 év után, 1976-ban teljesülhetett. Bánfi Miklós egyedülállóan gazdag életművét a kommunista diktatúra mind Romániában, mind Magyarországon felejtésre ítélte, csak a rendszerváltás után nyílt lehetősége páratlan munkásság megismerésére, műveinek újbóli kiadása által. Rajtunk is áll, hogy megismerjük és helyre tegyük Bánfi Miklós gazdag életművét, amely a magyar történelem és kultúra egyik meghatározó fejezetét képezi.